Hely, a Keeper már megint milyen valamit szedett elő, amit meg akar nekünk mutatni, hát mi a csuda dolog ez? Nem tudom, mennyire vagytok MMORPG függők, mennyire nem, meg mennyire ismeritek ezeket a játékokat, hát én most szeretnék ajánlani nektek egy ilyet, ami a Terra Online. Úgy jutott eszembe ez a játék, hogy kaptam egy körüzenetet, hogy új event van a Terra Online-ban, vagy valamilyen hülyeség, hát igazából szerintem a készítők így nincsenek vele tisztában, hogy én utoljára itt láthatjátok, 2013. 5. hó 27-én játszottam ezzel a játékkal. Akkor, amikor még fizetős volt ez a játék, vagyis talán akkor, amikor ez akkor lehetett, amikor free lett. Tehát most már free lett, volt tölteni és játszasz vele teljesen ingyen. De akkor, amikor én még játszottam vele, akkor meg kellett venni 20.000 forintért körülbelül a játékot, vagyis én annyiért vettem, mert ilyen Collector's Edition vettem meg. És ráadásul képzeljétek el, 3700 forintot fizettem havonta a játékért. Igen, előfizetési díja volt úgy, mint a internetnek, vagy mint a akárminek. Gondoljátok, te Keeper, te hülye vagy. Fizettél 3700 forintot egy játékért, hogy játszhass vele? Havonta? Igen, és ez egy nagyon jó koncepció volt, mivel ugye az újabb free játékokban most ez a mikrotranszakciós rendszer van, aminek köszönhetően igazából, aki költ a játékra, az hatalmas eleményeket tud szerezni. Ni. Akkor meg ugye nem volt ez benne, hanem mindenki fizetett X összeget. Mondjuk volt 5000 játékos, az mind fizetett 3700 forintot, és akkor gyakorlatilag ebből ment maga a játék, ebből volt a kiadónak nyeresége, és így nem az volt, hogy free to play volt a játék, és mégis ugye azon belül tudsz venni cuccokat, mint a free játékokban, gondolom mindenki ismeri, na. És a másik dolog, amiért jó volt, hogy a jancsikák nem voltak 8 évesek, mert nem tudták megvenni a játékot, és nem fizettek érte 3700 forintot havonta. Tehát igazából egy ilyen komolyabb társaság játszott a játékkal, nem volt az, hogy hülyeségeket csináltak, meg ilyesmi. Meg igazából a felnőttebb korosztály is hülyeséget csinált, az is meggondolandó volt, mert igazából ha kibanoltak, akkor vetted meg újra a játékot. Nem úgy volt, hogy csináltál egy új akuntot, azt jó van, igazából karakterem elveszett, csinálok egy új akuntot, hanem igazából elveszett a játék, és akkor megint vetted, meg megint fizethetted, ahogy ért. Na. Szóval ez egy nagyon szuper játék, nagyon érdekes harcrendszerre, úgy gondoltam, megmutatom nektek, hogy ha akar valaki, akkor tud vele játszani ingyenesen. Én arra gondoltam, egyébként itt vannak a karaktereim, hát nagyon régi dolgok ezek. Itt már beléptem egy karakterrel, a fő karakteremmel, ami 57-es szintű, mert akkor az volt a maxit, most meg már nem, most már egy kicsit elavult lehet. De nézzük meg valamit, van itt egy ilyen karakter, amit szintén beléptem el vele. Ezzel megmutatom, hogy mégis milyen a harcrendszer meg a játék maga. És akkor utána meg csinálunk magunknak egy karaktert, és megmutatom, milyen karakterek közül választhatok, hogyha van olyan kedvetek játszani, hogy igazából meghozzam a kedveteket. Egyébként ez egy koreai, vagyis egy ázsiai jellegű MMO, amit szerintem sejtitek, hogy az miről szól, vagy milyen design elemeket tartogat. Én mindig inkább az ázsiai jellegű MMO RPG-k fele húztam, mint például a WoW, ami inkább ilyen európai stílusú, vagy pedig ugye van a Lord of the Ring Online, vagy pedig van ugye az Elder Scroll Online, ezek inkább ilyen európaiak, a Lineage, meg az Aion, azok meg inkább ilyen ázsiai stílusúak. Az ázsiai stílusú MMORPG-ket én azért szerettem, mert kicsit ilyen mesésebb, kicsit ilyen mangásabb, ilyen animésebb beütésűek, ugye, és az nekem így bejön. Na, hát itt van egy karakter, aki ugye, aki egy human, egy ember karakter, és szerintem a játék jól néz ki. Szuper. Valamire el kellene mennem, és megmutatni a harcrendszert. Ugye vannak normál mobok, egyébként van egy lovag. Van egy csomó mont a játékban, érdekes, hogy ugrik fel rá, ne megkérdezzétek. A harcrendszer azért érdekes ebben a játékban, nem olyan, mint más MMORPG-be, mert nem target rendszeres, nem tudod kiválasztani a mobot, hanem gyakorlatilag non-target rendszer van. Az azt jelenti, hogy ha valakit megütsz, akkor ütsz egyet a fegyvere, aki a fegyveret elé kerül konkrétan, az ugye azt eléri, akkor az meg van üdve. És ez így működik. Nincs túl gondolva nagyon. Itt van például egy karakter, lövöldözik.
Meg is mutatom ezt nagyon gyorsan, például, hogyha ütök egyet és nem érte el az ellenséget, akkor nem találta el. De hogyha ütök és elérte az ellenséget, akkor meghalt, ugye. Na, veszünk fel lootot, jól van, és akkor mondjuk ezeket is, ugye nem csak egyet tudsz egyszerre ölni, hanem egy csavót. És ugye, hogyha nem talál el, akkor valóban nem talál el. Ez egy csávó, egy másik csávó? Az igen. Van védekezés, nagyon sok karakternek vagy blokkolás, vagy blokkolás. Vagy pedig valami kitérés képessége van. Láttátok, hogy például itt ezeket a támadásokat mit blokkoltam. Nagyon szuper, jó, oké. Na, srácok, még ami a játék érdekessége, hogy vannak bamok. A bamok azok a biggest monsterek, ami azt jelenti, hogy nagyságű szörnyek, amik nem normál mobok, hanem igazából hasonlóak, mint más játékokban a world bossok. Az ilyen olyan bosszok, amik ugye kívül, akármikor ugye fel lehetők, például itt vannak néhány bam. Ezen most megmutatom, hogy mi ez a harcrendszer. Nagyon gyorsan. Mert ez nekünk jó lesz. Na, itt van, kiválasztunk egy ilyen bombot. Aminek az a neve, hogy Beam Brilisk. És mondjuk, megtámadjuk. Ugye azért van alattunk az a kis köröcske. Mert mi vagyunk a célpontja. Egy ilyen bombmal való küzdelemnek az a lényege, hogy próbálj meg jól időzíteni. Ez az. Amint látjátok ezeket az ütéseit, ezeket hárítom. Eddig konkrétan meg se ütött még. Igen, ez egy normál mob kint a izében, már itt egy normál bam, egy mob kint a réten, értitek? És tök jó fightokat lehet vele nyomni. Nem olyan unalmas, mint egy target rendszeres MMORPG-ben, amikor gyakorlatilag a skilleket nyomogatod csak, hanem tényleg. Reagálnod kell ugye a különböző. Például most sikerült bevinni egy ütést. Elmenekülünk. Ha, észrevette, hogy mögötte állunk. Ja, igen, nagyon nekem tetszik ez a harcrendszer. Sokkal összetettebb, mint egy más jellegű MMORPG-be. A PvP is ugye ennél fogva sokkal összetettebb. Okay. És ki is csináltuk, ugye kaptunk belőle XP-t, majd kapunk belőle lootot, ha szerencsénk van, hát nem kaptunk belőle lootot. Ja, így néz ki a harcrendszer nagyjából. Ez például egy Lancer nevű karakterrel, ami ugye egy ilyen lovag, te hülye vagy, képer, miről beszélsz? Egy gyakorlatilag egy ilyen tank karakter, ugye nagyon sok védettsége, kevés támadó erővel, tehát gyakorlatilag eléggé inkább egy ilyen defenzív karakter, nem pedig offenzív. Igen, ennyit akartam erről mondani. Jó. Mit szerettem volna még mutatni nektek ezzel kapcsolatban? Hát, amit még szerettem volna mutatni ezzel kapcsolatban, az is gyakorlatilag... nem is tudom. Szerintem a harcrendszerrel kapcsolatban semmi, menjünk aztán, generáljunk egy karaktert, és nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak, jó? Mit szóltok ahhoz? Ugye kimegyünk a karakterbe, leasztó képernyőhöz. Annyit akartam még mondani, ugye, hogy itt a skilleket lehet ugye nyomni egérrel, és csak nem nagyon érdemes, mivel...
Igen, ő egy karakter volt. És van neki egy sárkánya, mert miért nem? Ugye nem nagyon érdemes a skilleget nyomogatni egérre, mit tudom én, sokan talán megszokták ezt más MMORPG-kbe, mert meg kell tanulni, hogy billentyűvel játszani, mert különben elvérzel. És ez minden MMORPG-re igaz. Jó. Azért mutatom meg nektek ezt a játékot, mert nagyon sokan játszanak még mindig ilyen Metin Online-szerű akármicsodákkal, amik iszonyatosan... Hogy mondjam... Nem akarom bántani őket. Egyszerűek, mint a százösszeg, és vannak sokkal jobb és sokkal összetettebbek. Csak jó karaktert, és akkor megmutatom nektek, hogy milyen lehetőségek vannak. Rengeteg variáció van. Iszonyatosan sok variáció van. Mindjárt meg is mutatom, hogy nagyjából mennyi. Van rengeteg faj. Nem az, hogy csak egy, kettő, hanem sok. Sok faj van, és nagyon sok osztály van. Aminek köszönhetően a variáció száma rengeteg. Most például megmutatom nektek itt, hogy itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fajva, és van összesen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 osztály. Akkor ezt így összeszorozzátok, akkor agyából megkapjátok ugye, hogy hány fajta variáció van. Meg még azon belül ugye női karaktert és férfi karaktert is indítasz minden egyikből. Nem úgy van, mint például sok MMORPG-ben, vagy kiválasztod ezt, akkor egy fajta van rá. Találkoztam olyannal, hogy mit tudom én. Warrior akkor ilyen. Ha izé, mint tudom én, hogyha Templar akkor ilyen, Assassin akkor ilyen. Itt úgy variálod, ahogy szeretnéd. Na, nézzük meg, hogy milyen opciók vannak. Először menjünk végig a izéket, jó? A fajokon. Ugye van... Egyébként az tök jó a menürendszerben, amikor választod ki a fajt, akkor a háttérben itt láthatod, hogy épp az ő fővárosát. Például ott van Velika, az emberek fővárosa. Ugye ez egy ember, egy human. Itt látod jobb oldalt majd a... Azzal most nem foglalkozunk, először menjünk végig itt bal oldalt a fajokat. Ugye a fajoknak is vannak specifikus képességei, tehát azt is meg tudod nézni, hogy esetleg mi a szart ad neked pluszba, hogyha például human-nel játszom. Na, van a human! Akkor ezt gondolom itt tiszta. Ember. Semmi extra. Van a Kestenik, ami ilyen kis ördögi kis figurának néz ki, hát úgy néz ki, mint egy strici, vagy egy Chippendale fiú. De viszont a csaj, az figyeljétek el, vigye jobban néz ki, nézzétek meg. Igen, hát ez ők így néznek ki. Akkor van az Amon, ami ilyen, talán nem is tudom minek nevezném, valami ork-szerű, vagy Kentaur, vagy a rosszabb tudja, nem Kentaur, mert ez más, úristen. Hülyeséget ne beszélj. Ja, így néz ki, egy ilyen valami csoda, ilyen állati dolog. És akkor ugye őnek is vannak különböző képességei, például bányászat képessége 15%-kal dő, periódikus damage ellen, ezeket mind el kell olvasni és ki tudod választani, hogy neked mi az impi. Van itt a High Gap, gondolom ezt nem kell bemutatni senkinek, a tündéket, az elfeket, még ha máshonnan nem, akkor a gyűrűk ura világából is ismerős lehet. Ja, hát ő így néz ki. Csinosak. Ez a mellmozgás az mi? What the fuck? És akkor itt vannak a poporik. A poporinál, ha megfigyelitek, nincsen külön fiú meg lány. Nem tudom elképzelni, hogy mi van a nagy szíjukba, de szerintem nem is akarok meg tudni. Van az Elin. Van az Elin, igen. Aki, hát ez egy távol-keleti játék, és távol-keletiek szeretik a 8 éves kislányokat bugyiba. Igen, várjatok, még szeretnék mutatni nektek valamit, hát igen, amint látjátok, ez a karakter, ez egy bugyiba van. És azt még hozzátenném a történethez, hogy az ázsiai verzióban sokkal lengébb az öltözetük, csak az európai verzióba bele kell, vagyis a nyugati verzióba bele kellett rakni azt, hogy kicsit öltöztessék fel a karakterket. Különben nem akart kijönni a játék, nem emlékszem erre, mert gyakorlatilag zárt beta teszter voltam ebben a játékban. Hogy nagyon nagy viták voltak, és nem akarták kiengedni ezt a játékot, mert annyira lenge öltözékben voltak a 8 éves kislányok. De ugye ez Ázsiában, ez természetes, mert az ott kell nekik. Nem is tudom, talán van egy-két ruha, ami itt is azért elég brutális, hát nem pont ez az. De igen. Igen.
Ennél sokkal, sokkal lengébbek az ázsiai verzióba. És lengébb öltözékben vannak. Na, van baraka, amelyik egy ilyen kőember, és ebben sincs fiú meg lány. Hát... nem tudom. Jó, ne akarjunk arról gondolkozni. Na, akkor fiúk, lányok, beszéljünk másról. Beszéljünk. Mondjuk a kesztenyeknek próbáljuk ki. Beszéljünk a különböző osztályokról. Van az Warrior, amelyik ilyen assassin jellegű, gondolom, aki ismeri az ilyen típusú játékokat, az vágja, hogy mi az az assassin. Hát ez egy ilyen DPS karakter, lehet tankolni vele, hogyha kitéréssel operálunk. Igazából ennyit tudok gyorsan mondani róla, meg ugye könnyű páncélt visel, mi ilyesmi. Van a Lancer, azzal játszottunk az előbb. Gyakorlatilag ugye ilyen tank karakter, nagyon nagy védettséggel, nagyon jó tankolni, mármint tankolás az azt jelenti, hogy fogod a monstert, és akkor téged ütnek, miközben téged healelnek, és akkor a többi csapattársadnak nincs annyi problémája. Igen. Itt látni, hogy tankolásra baromira jó, komplexitás nem túl jó, támadásra baromira szar, meg ilyesmi. Van a Slayer, amelyik egy ilyen kétkezes karddal operál, nagyon kis impozáns, érdekes tud lenni. Nekem ez bejött ez a karakter, próbáltam, nagyon jó. Gyors, és viszont elég nagy sebzéssel rendelkezik. És burst DPS tud, ami azt jelenti, hogy területi sebzést tudja osztani, mint az őrült. Tehát ahogy meglendítketi ezeket, ezt a nagy kárdocskáját, akkor az események úgy felpörögnek körülötte, történnek a dolgok, és már is szétver mindenkit. Na! Akkor van nekünk egy olyan munk, hogy Berserker, ami szintén ugye területi sebzést leginkább tudja tolni. Közelharci és heavy armor-t visel. Na, van sorcererünk, aki sorcerer, gondolom sorcerereket nem kell bemutatni a játékba sehol. Ő egy ilyen varázsló klassz, nagy DPS-sel, területi DPS-sel és természetesen távolságik lesz. Van az Archer, aki az IAS, gondolom az IAS se kell bemutatni. Yes, nem is fogom. Van a Priest, akit szintén szerintem nem kell bemutatni, de azért egy-két szót beszéljünk róla, ugye leginkább healer, buffokat adogat, ő szerintem a main healer a játékba. Ugye gyógyítani tud, mint a bolond. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye mivel non-target rendszer van, nagyon sok gyógyítás itt úgy van, hogy sőt, úgy van, hogy nem ne jelölött ki, ugye. Nem úgy van, mint más, most aki MMORPG-vel játszik, az tudja, hogy úgy van, hogy nagyon sok MMORPG-vel kijelölöd a partitársadat, vagy az embert, és akkor rányomsz egy healt. Nem. Mivel non-target rendszer van, rá kell nézni, rá kell célozni, és vagy esetleg a földre alatta, és akkor úgy tudsz ugye healelni. Yes. Na, nézzük. Mystic, ez egy ilyen baromi jó kinéző cuccba lévő Na, egy ilyen healer support karakter, meg ráadásul ilyen mage-szerű akármicsoda, meg azt hiszem, hogy tud idézni különböző elementeket, amik segítik, vagy nem. Ja, van itt egy olyan, ilyen, nem tudom mi az, Reaper? Reaper, amit csak Elin lehet. Hát, nem érne. Ugye? Hát ez egy ilyen asszociális karakter, vagy hasonló. Van a Gunner, ami szintén burst DPS-től távolság, és még ráadásul heavy armor-t hord, mert miért te? Van itt egy új karakter, Class Brawler, ami legalább kettő ilyen fém kesztyű, vagy ilyen, nem is tudom, inkább egy cyberpunk eszköz van a kezén, és az a fegyvere, és azzal tud ütni, mint bolond, ugye? Látjátok, hogy elég jó. Az offense nagyon-nagyon-nagyon jó sebzése van. Tankolásra is alkalmas tud lenni, mert tud blokkolni is ezek kesztyűvel egyébként, úgyhogy egész jó. Akkor elég opnak mondják. Van ez a Ridge-a, amelyik ilyen leginkább DPS karakternek mondható. És van egy olyan, ez a Valkyr, amelyik csak kesztenik nő lehet, és talán leginkább mire hasonlít, talán mondhatnám, hogy a Berserker hasonlít. Na! Yes! Oké, ennyit erről. Akkor következő részbe, hát hogyha lesz következő rész, írjátok meg, hogy azért valaki, aki a kíváncsi rá, az írja meg, hogy érdekli-e, vagy nem.
mert igazából, hogy full senkit nem érdekel, akkor nem fogok róla videót csinálni, akkor csak egy ilyen bemutató videó volt. Hogyha valakit érdekel, és úgy gondolja, el is fog kezdeni játszani, és akkor esetleg többen leszünk, akkor én is elkezdek vele játszani megint, és akkor tudunk esetleg egy klánt lapítani, tudunk játszani együtt, ilyesmi, értek, yes. Egyébként rengeteg magyar játszik ezzel a játékkal, szóval egész jó társaság is van. Ha nagyon unatkozol és emberekkel akarsz játszani, az tök jó. Ja, és még annyit akartam mondani ugye, hogy az MMORPG-kben nagyon sokszor ugye nagyon függsz a társaságtól. Hogyha antiszociális vagy, akkor is jó neked ez a játék, mivel ez a játékben van nagyon sokszor, és szinte végig szólózhatod az egészet, mert miért ne? Na, köszi, sziasztok!